Illés Olivier. Hogy hívnak? Illés Olivier. Jó Petra Zsófia. Pátai Györgyi. Német Ákos. Dávid. Buzer Zsörgő. Márkai Sárát. Jönnál Plán. Markon Bőrbe Katalin. Miért szeretnél nyelvi osztályba jönni? Hova? Hát nyelvvizsga. Mert nyelvvizsgát szeretnék. Mert nagyon szeretem az angolt. Hát szüleim szerették volna, szóval. Nyelvivel? Mert idejár az elit. Mögöttem a 9-1. 34 fő. Kétharmada lány, egyharmada fiú. Tagjai csendesek, rendesek és lelkiismerősek. Az igazta világon semmi nincs, ami megzavarhatná őket. Fáradhatatlanul bújják a tankönyveket, hiszen közös céljuk van. Mindenkinek le kell tennie a nyelvvizsgát. Vége a harmadik órának. Közösségi életük nem számottevő. Az osztály inkább azzal foglalkozik, amihez ért. Tanul. Ő itt Áron. Született 1998 karácsonyán, cirka 4 kilóval. Élénk természetét mi sem fémjelzi jobban, mint hogy megszületésekor nem felsírt, hanem felnevetett. Míg mások vért izzadva tanulnak, teljes erőbedobással csinálják a matróz gyakorlatot, és igyekeznek beilleszkedni, Áron, hogy is mondjam, külön utakon jár. De, ahogy Áron dédapja mondogatni szokta volt... Fia, az élet nem magos tortak. Áron, az a helyzet, hogy ilyen hozzáállással nem lesz nyelvvizsga. Esélytelen, sajnos. Gratulálok nektek, nagyon ügyesek vagytok, és külön szeretném kiemelni Forrai Áront, aki 98,5%-kal a legjobb eredményt ért el. Wow! Mi leszel, ha nagy leszel? Hát nem vagyok benne teljesen biztos, de valami biológiai... Oktatásügyi miniszter. Artista. Informatikus. Író. Sejemletketenyésztő. Szeptember tanévkezdés. Történetünk hősei egész jól megszokják a gimnazista életformát. Sokan már azt is tudják, hogyan folytatják életüket a gimnáziumi lét után. Persze, ez nem is csoda. Említettem már, hogy ez egy nyelvis osztály. Ide a legelszántabb, legeltökéltebb, legmagabiztosabb, legtudatosabb, legcélra törőbb, legösszeszedettebb fiatalok járnak. Jó, tudom, tudom, ő itt Csenge. Nem tudja, mi érdekli, és nem tudja, mi akar lenni. De legalább próbálkozik. Tessék, az idei kötelező.
Lenny! Ez az elektromos része, ez a testkép, pontos. Kezdkötő a felüliken. Hogy nincs Coca-Cola? Nem hallottad? Az egész országban nincs. Valami miatt betiltották az iskolákba. Csenge boldoggá tett másokat. És ő is boldog lett. Srácok, az van, hogy most tartok a harmadik résznél, és nincs szöveg. Mi? Nincs szöveg. Melyik évhez? A harmadikhoz. Arra nincs is szöveg? Mi az, hogy nincs? Nem emlékszünk. Mire? Az évre. Évre. Tízes skála megjelölve, mennyire szereted a Merci csokoládét? A tíz a legjobban? 9. 1. 5. 10-es. Milyen csak itt? 3. Aki szereti a Merci csokoládét, jól érzi magát a 11 alban. Kérem a válaszokat. Azt hiszem, tanutóva. Tematikusan megnyerte a 11. A osztály. A tematikus napok állandó győzteseiként nyereményük minden alkalommal egy doboz Merci. És amikor már kezdik megunni, nap. Francia nyelv, történelem, földrajz és... Nem Merci a nyeremény, hanem egy egész torta. És erről mindenkinek egy valaki jutott eszébe. Petra! 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 Melyik? Petra osztálytársuk egy teljes évet töltött Franciaországban. Cserediákként érkezett, de kitűnő nyelvérzékének és megnyerő modorának köszönhetően már ott tartózkodásának harmadik hónapjában a konzulátusok történetének legfiatalabb nagykövet helyettese lett. Válasz, aki itt lennem! Petra, jaj, de jó, hogy jöttél. Pont jókor leszek francia tematikusnak. Tudod, hogy eddig mi nyertünk, most is muszáj nyernünk. Nem hagyhatsz cserben, nagyon számítanak. Kérlek, Petra, segíts! D'où vient le nom du vin rouge français le plus connu? Bordeaux. Quelle est l'année de la Révolution française? Le 14 juillet 1980. A francia nyelvű tematikus napot megnyerte a 11. A osztály.
Azt ugye tudod, hogy ez a képzés 5 évig tart? Tudom. Azt hittem 6. Igen, alig várom. Persze. Igen. Pardon. Az 5. év, szeptember. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ex évfolyamtársaik eltűntek. Tanóráik száma némelyest megcsappan. Késéseik összege 10 másodpercben megadva éppen eléri a Szaturnusz föld távolságot svéd mérföldben természetesen. A kiégés elkerülhetetlennek tűnik. Öt év telt el. Szerettünk itt lenni, de felnőtté váltunk. Döntést kell hoznunk. Tovább kell lépnünk. Köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor most miért vagyunk itt? Szökni fogunk. Szökni? Igen, szökni. Mikor? Holnap. Kell valami? Nos, ez tehát az iskola alaprajza. A szökést a pincéből kezdjük. Ide két őrt fogunk állítani. Amíg ők figyelnek, mi kis csoportokban leoszlunk ide, ebbe a szobába. Innen kiindulva kezdünk el egy alakutat. Mivel korom sötét van, kelleni fog néhány fejlámpa. Köszönöm. Mivel ásni fogunk, értelemszerűen ásókra is szükségünk. Lesz nagyszerű. Ez a rész pedig borneói ébenfával van borítva, amit csak egy nagyon erős kalapácsütéssel lehet átütni. Szuper! De srácok, nem kéne engedélyt kérni? Tisztelt igazgató úr, kérjük szíves engedélyt az iskolából való megszökésre. Megértését előre is köszönjük. 13A.
Kacok! Azt hiszem, találtam valamit! Ez olyan, mint egy ajtó! My soul is untouchable because you've already won me. My victory is not in this flesh and bone, it's in the cross, and I know nobody's taking it from me. I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down.